Bár napjainkban a neves zenei tehetségkutatók nyertesei hódítják meg sorra a zenei piacot, mégis akadnak olyan fiatalok, akik saját ihletésű szöveggel, zenével, illetve saját zenekarral, élő koncertekkel próbálnak elindulni a pálya rögös, szakadékokkal teli útján. A Moonlightning 6 fiatalból álló zenekar, akik alapvetően a rockosabb műfaj vonalán szerzik dalaikat. A szövegeik komoly hangvételűek, az élet nagy kérdéseit boncolgatják, de egyfajta iránymutatásként mindegyikben megjelenik a remény. A zenekar tagjai Bélteki László, idősebb Gombos József, ifjabb Gombos József, Jassó Norbert, Marecki Zoltán és Szőke Gábor. 2012. februárjában alapultunk meg, és az eredeti koncepció alapján egy 4-tagú zenekart terveztünk. A következő felállással gitár, basszusgitár, billentyű, illetve dob. És maga az ötlet, hogy egy zenekart alapítsunk, az már úgy régóta élelődött bennünk, de egészen addig nem tettünk semmit, amíg egy régi kollégát el nem búcsúztattunk egy ilyen házilag gyártott kvázi stúdió felvétellel, ami egy vicces, poénos PowerPoint prezentációban merült ki. És igazából ezt levetítettük a kollégának a búcsúestjén, és ez így idézőjelben nagy sikert aratott, és akkor gondoltuk úgy, hogy akkor nem szabad megállni. Utána jött minden magától, és a legelső fellépésünket nagyon nagy szerencsénk volt abban, hogy a cég szervezte meg, a cég, ahol dolgozunk. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag egy helyen dolgozunk, szinte egy irodában, kivéve a legifjabb tagunkat, aki a szólógitár, és az ifjabb Gombos Józsi, mert ő még tanul. És igazából az első koncertünk az szerencsére, mivel céges környezetben volt, azért nagyon jól sikerült. Akkor egy körülbelül 25 perces repertoárt tudtunk így összeállítani. Ki milyen hangszeren játszik röviden, és a zenei előképzettségről is röviden szeretnék. Gitárra játszom, és hát a középiskolában kezdtem játszani, körülbelül 8 évig gitároztam, utána jött egy hosszabb szünet, megszületett az első fiam, a banda úgy szétrepült, akkor elkezdtem dobolni, dobon is játszottam egy 3-4 évig, utána az is abban maradt, és elkezdtem dolgozni. Aztán egy éve itt dolgozom a fiúkkal, megismerkedtünk, és éppen gitárost kerestek, úgyhogy akkor gondoltam leporolom a gitárt, és belevágok megint a húrokba. Én dobon játszom, idestől a 10 éve. Ugye Gábor említette, hogy nekem volt egy másik bandám is, hát ez gimire nyúlik vissza. Ez a külvárosi rockerkedés ott indult el. Ugye fölnőtt mindenki valamilyen közegben, és azt a közeget próbáltuk úgy magunkénak inni, megteremteni, és akkor hát onnan hordozom magammal ezt a tudományt, idestova 10 év, hát le kellett nekem is porolni egy kicsit, mert most passzív az a másik banda, de nem gondoltam, hogy ez a céges buli ilyen jól fog elsülni, ez a búcsúztató, úgyhogy ez új lendületet adott nekem is. Én szóló gitáron játszok, és körülbelül 3 éve kezdtem el gitározni apukámtól. Ő leírta az első akkordokat, megtanultam, a többit pedig magamtól tanultam, és jött minden magától. Apu mondta, hogy a srácok gitáros keresnek, még tavaly júniusban azt hiszem.
és elmentem egy próbára, és azóta bandában játszok. Hát én basszusgitározom. Szép lassan, körülbelül 30 éve. Én vagyok itt a legöregebb a csapatban. Hát több zenekarom is volt. Aztán egy ideig pihentettem a dolgot. Ilyen hirtelen felindulásból eladtam az összes hangszeremet, meg felszerelésemet. Arra nem gondoltam, hogy egyszer a fiam is meggitározni fog. De hát az így összejött, és ő is megkedvelt ezt a hangszert. Igazából őt akartam, hogy a srácokkal játszon. Aztán úgy próbáltam segíteni nekik, hát azért úgy nem akarok szerénytelen lenni, de tapasztalatom azért több volt. És akkor így itt ragadtam. És azért nem kellett engem sem oszogatni, hogy ezt úgy csináljam, mert imádom csinálni, most főleg velük. És már csak azért is jó, hogy itt maradt, mert még az elején említettem, hogy azt hittem, hogy fél év elég lesz a basszusgitár megtanulására, és úgy énekeltem volna mellette. Hát ez a kettő pont nem fog összejönni, nem jött össze. Így Józsi pont kapóra jött azért, mert ő régről is tudott basszusgitározni, és neki ez pont kapóra jött, így végül is konkrétan így épült fel az egész bandának a miértje. Hát az éneklés az annyi, hogy az régi nagy szerelem, közhelyesen élve, mert de komolyan nem csináltam soha, leszámítva a céges bulikon való karaokizást, de ott nehéz megítélni, hogy az ember mennyire jól nyomja, amikor az emberek körülötte azért néha isznak, és úgy már megint más hangulatban jön ki a zene, főleg ha én is. És a gimnáziumban, illetve a régen az általános iskolában énekkaros voltam, ennyi. Csak aztán túlestem egy komolyabb mutáláson is, és azóta próbálom magam eladni, hogy még talán van remény, úgyhogy de ezt a srácok jobban tudják. Viszonylag későn én érettségi után kezdtem el komolyabban zenélni, akkor kaptam meg az első szintetizátort, és hát azóta így önerőből okosodtam. Nekem is volt egy hosszabb kihagyás, mert rá egy évre ugye, egyetemre jártam, és hát mellette így nehéz volt összeegyeztetni azt a sok mindent. Viszont ahogy tavaly végén, vagyis a karácsonyi buli, ahogy lement. Nem hittem, hogy ilyen gyorsan felpörög az egész, és amióta megalakult a banda, én azóta kezdtem el úgy jobban fejlődni. Ugye megvan az a hajtóerő, hogy megyünk próbákra, és igazából ez ad úgy erőt, hogy gyakorolni kell, meg ugye mi is lépjünk előre.
itt az a jó abban a zenekarban, hogy 6-7 féle zenét képviselünk körülbelül, de igyekszünk egyébként a régi hard rock, illetve heavy metal vonalon mozogni. Ettől néha azért el szoktunk térni, mert ugye van egy billentyűnk is, ami a gitárok mellett ugye egy egészen más világot, más folklort tud belevinni a zenébe, úgyhogy így a zenénkben azért többféle stílus is keveredik olykor. Tehát ha mondjuk valaki meghallgatná most a jelenleg körülbelül 10 saját számunkat, akkor nem biztos, hogy be tudná elsőre határolni, de továbbra is szeretnénk ezt a hard rock, illetve heavy metal vonalat erősíteni. Ugye nem volt nehéz motiválódnunk, mert azért annyira már vagyunk idősek, hogy Metallica, Iron Maiden, Green Day, Def Leppard és Black Sabbath és hasonló zenéken nőttünk fel mi is. Úgyhogy de szeretnénk mindenképpen ezt a vonalat tovább vinni. Most említetted, hogy saját számaitok is vannak. Ki szerzi a zenét, illetve a szöveget, ki írja? Hát, próbálk úgy zenélni, hogy Gábor érkezik egy kötek papírral, előhalász egyet, amit úgy jónak talál, elolvassuk, ha tetszik, akkor megy rá valami. És néha van úgy, hogy Józsi is fix riffekkel érkezik. Tehát elkezdünk egy ének vagy gitár témára, vagy éppen szinti témára. Tehát mindig egy alaptéma kell. Dobra nem építünk számot, ugye? De majd lesz ilyen is. Arra nehéz. És hát Gábor jó szövegeket szokott írni. Ügyes. Tehát vannak angol, illetve magyar nyelvű számaink is. Innen építkezünk, és hogyha könnyen megy, van, amikor egy fél óra alatt össze tudunk rakni egy számot, akkor megy. Ha nem, akkor eltesszük a témát, és elővesszük máskor, más környezetbe, akkor máshogy próbálkozunk vele. Tehát akkor hamarabb van a szöveg, mint a zene? Igen, ezt nem te kérdezted először, tehát ezen mások is szoktak csodálkozni, nem teljesen ez a bevett szokás, de igazából annyiféle szövegünk van, meg annyiféle témáról szól, hogy ha elkezdenek a srácok mondjuk nyomni egy riffet, vagy Zoli hoz egy billentyű témát, akkor eddig az esetek 90%-ában valamelyik szöveg ráillik. Max utólag kell a szöveget kicsit korrigálni, lefaragni a rímeket, vagy a ragokat máshova tenni, hogy ő szó közel is kijöjjön. Voltatok-e már fellépni az említett céges bulin kívül? Igen, szerencsére idén februárban volt szerencsénk fellépni, 16-án a Szadai Daddy's Pubban, a Sörgödörben. Inkább így a szoros családi kör, meg inkább a közeli barátok jöttek el, de így is szerencsére elég szép számú embert meg tudtunk mozgatni. Egy olyan 40-50 ember ott volt, zsúfoltságig telt a kocsma. Nagyon jó bulit sikerült csapnunk egy 50-60 perc után. Még mondta a tulaj, hogy jó lenne még egy olyan fél órát ráhúzni. Hát utána már elég elfáradtunk, de az egész repertoárunk előkerült, és nagyon-nagyon jó hangulatban telt az este. Utána most márciusban, 22-én már Pesten volt egy koncertünk az Úszda Rockertben, és hát azért büszkén említhetem, hogy a kerozin előtt játszottunk. Ott is egy jó óra játékidőnk volt, szóval ott is kiélhettük magunkat, és ott is szerencsére sok ismerős barát, elég vegyes társaság jött össze. Említetted, hogy Szadán tulajdonképpen családi, baráti körben volt a koncert. Hová valósi a zenekar? Hol próbáltok? Hát Gödöllön próbálunk, de hányan vagyunk annyi felülről. Hát ők hárman pestiek, a norvég gödöllői, mi Galgahévízen lakunk. Szerencsére, hogy tudunk egyeztetni a próbaidők szempontjából. A fiam is itt jár suliba Gödöllön, úgyhogy ebből a szempontból is egyszerűbb. Terveztek-e esetleg CD-t? Igen, ez is természetesen a távlati céljaink egyike. Most még egy koncertünk lesz, április 27-én, ez Pesten, Pesterzsébeten, a Trendetlen Gitárpont nevű. Igazából ez a rock kávézó, tehát rock kávézóban, és ezután a koncert után gondoltuk úgy, hogy akkor felhasználva
a gitárosunk Lacinak a régi stúdió kapcsolatait, szeretnénk elmenni így stúdiózni és rögzíteni azt a, hát jelenleg 10, de terveink szerint azért egy 12-15 saját számot. A banda elmondása szerint sokat gondolkoztak azon, hogyan is nevezzék magukat. A számaik témája és stílusa alapján a hold szót mindenképpen szerették volna, így került elő a Moonlight, mint holdfény elnevezés. Viszont a kifejezés nem hangzott rockosan, ezért az együttes végleges neve a Moonlightning lett. Miről szólnak a szövegeitek? Igyekeztünk olyan szövegeket írni, amik azért megállják a helyüket a világban, de mégis van benne némi elvont. Tehát olyan standard témákról, mint az a elmentünk csajozni, berúgtunk, egyest kaptam matekból, ezt a témát, ezt a idézőjelbe viccesebb témát, ezt nem szerettük volna erőltetni, de azt viszont mindenképpen szeretnénk, amik tényleg az életről szólnak, a pozitív dolgokról, a farkasokról, tehát olyan témák, amik úgy megdobogtatják az ember szívét, és úgy, hogy hallja, akkor megpróbálja, el tudja képzelni, hogy körülötte erdő van, zöld mezők, virágok, tehát igazából ha angol, ha magyar a számunk, azért én a szövegek írásakor törekszem arra, hogy nem feltétlenül valós dolgokról szóljon, de legyen értelme, tehát pozitív dolgokat sugározzon. A közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben milyen terveitek vannak? Nyáron szeretnénk kiruccani Erdélybe. Meg igazából november környékén is tudnilik, én erdélyi származású vagyok, és nekem a barátaimnak egy ilyen 85-90% a zenész, és sokat adok a véleményükre, és hallották a zenénket, és meghívtak egy nyári fesztiválra is, meg egy úgynevezett marosvásárhelyi rockerek találkozójára is, ami novemberben lesz. Igazából mindent biztosítanak számunkra, csak menjünk, szeretettel várnak. Nagyon jó bulik szoktak ezek lenni. Addig is több fellépést szeretnénk. Szokjuk a színpadot, csiszolgatjuk a számainkat. Igazából az a lényeg, hogy olyan zenét játszunk, és úgy, ahogy mondta Gábor is, hogy igényes szövegekkel, amit nem csinál mindenki. Tehát a kevesebb az több. Ezen az elven alapul a hozzáállásunk. És igazából most arra törekszünk, hogy ez a 10 szám, ami megvan, ezeket annyira csiszolgassuk, hogy már mi is azt mondhassuk rá, hogy tökéletes. Igazából az igazi kritika, amikor mi meg vagyunk elégedve saját magunkkal. Odaig még hosszú az út, de meg lesz. Ha ilyen lesz a hozzáállás továbbra is, akkor biztos, hogy meg lesz. Az együttesnek még vannak szabad időpontjai, szívesen koncerteznek, így várják rendezvényszervezők megkeresését. Thank you.